Hello nézők! Nos, az eddigi pályafutásom során kevés olyan játékkal találkoztam, aminek a normális bemutatásáért ennyit kellett szenvedni. Talán a Rockpod Rataku vagy a Csornaja Metka beszerzése körüli mizériák voltak hasonlóak ahhoz, amit a 2025 Battle for Fatherland bemutatóért kellett végigcsinálnom. Semmi nem egyszerű ezzel a játékkal kapcsolatban. Egyetlen dolog biztos, hogy a játékot 2010-ben adta ki az orosz Akella. A fejlesztője számomra nem tiszta, ugyanis egyes helyeken a Primal szoftvert, máshol pedig egy bizonyos Quant Games gyanúsítanak azzal, hogy elkövették ezt a programot. A játék credits listájában csak a Quant Games szerepel, ami ugyan egyértelművé tenni a dolgot, de mint mondtam, itt semmi nem egyszerű. Az említett Primal szoftver 2004-ben két stratégiai játékot dobott össze, májusban a Besiegert, novemberben pedig az Eye of the Dragon-t. Ezt követte 2006-ban a Requital nevű akció RPG. 2008-ban elkezdték fejleszteni a Heavy Duty nevű RTS alapokon nyugvó játékot, amiben már TPS nézetben harcolhattunk volna repülőkkel, illetve hatalmas robotokkal. A Heavy Duty projektet 2008 végén kukázták, sosem fejezték be a játékot. Mindezek után 2010-ben gondolom én a Primal szoftvert átalakították Quant Games-é, és így adták ki a 2025-ot, amiből kivették a Heavy Duty stratégiai és repülős elemeit, és csak a robotos TPS részt hagyták meg. Hogy miért vagyok ennyire biztos ebben? Nos, a 2025 fájlai között megtaláljuk a Heavy Duty maradványait például menüelemek, képek és programkódok formájában, illetve a játék egy bizonyos Quant Engine nevű motorral működik. Ugyanígy a játékot felboncolva találtam rá, hogy ezek a srácok bizony készültek egy angol verzió kiadására is, viszont én úgy tudom, hogy ez sosem látott napvilágot, így hát kénytelen voltam én lefordítani angolra, amit a videóban láttok majd feliratokat, azok a menü kivételével az én munkám eredménye. De egyébként még a játék alcíme sem tiszta, ugyanis ez oroszul Bitva za Rodinu, azaz harc az anyaországért, angolul pedig The Battle for Fatherland, harc az apaországért. Na mindegy is, nem akarok gender vitába vele menni, lássuk a játékot. A játék előtörténetéhez hasonló a játék háttértörténete is. 2025-öt írunk nyilvánvalóan, amikor a csúnya, gonosz nyugati hatalmak, az USA és a NATO megszállja szegény ártatlan Oroszországtól délre eső, nem kevésbé ártatlan kaukázusi államokat, a helybeliek föld alatti partizán mozgalmának támogatására küldik Ruszki földről a GRU, azaz a felderítő csoportfőnökség őrnagyát Igor Sautint, főhősünket. Ezt a töltőképernyőből és a játék leírásából tudhatjuk meg, ugyanis intro videó, mint olyan nincs a játékhoz. Indult tehát az első küldetés meglehetősen zavaros háttérrel, ugyanis egyből kb. 4 új karakterrel ismerkedünk meg, és teljes a káosz. A lényeg, hogy egy sebesültet kell elvinnünk egy orvoshoz. A sztori és a párbeszédek minőségéről annyit, hogy itt ránk szólnak, hogy kellene egy kódnevet választanunk, a Hassan nevű kollega mondja, hogy legyen a nevünk Sautin, megkérdezi a főnök, hogy miért, erre az a válasz, hogy mert hát az a neve. Oké, és jó a csapat eddig. Szóval elindulunk a páncélozott Hammerrel, amit amerikai csapatoktól szerezhettünk, legalábbis a US felirat rajta ezt sugallja. A radar nagyon fontos lesz számunkra, ugyanis óriási terepeken kell majd járkálnunk, és ezen láthatjuk a követendő, elérendő vagy megsemmisítendő célpontokat, illetve az ellenfeleket is. Itt most épp követni kell Hassankomát, aki néha hajlamos rohamot kapni, és ilyenkor össze-vissza kormányoz. Ez a Hammer sajnos elég törékeny jószág, pár gyalogos katona és egy másik Hammer simán kinyírná, de jó, hogy itt van a kollégánk. És nagyjából 3 perc után véget is ér a küldetés, igencsak izgalmakkal teli volt, úgy igazán meghozta a kedvet a további játékhoz, nem? Persze, hogy nem. Második küldetés, itt már mi vagyunk a minigános autóval, ez jóval menőbb, mint a Hammer, és fasz a Lowridert is lehet belőle csinálni. Ez a sebesség mondjuk igazán szédítő. De itt az a lényeg egyébként, hogy egy üzemanyagtartályos teherautót kell ellopnunk, hogy azzal a közelben lévő szállítás alatt álló tankot feltöltsük, és utána el is lopjuk. Itt ez meg is történik. A lényeg a fokozatosság, ugye másfél pálya alatt már a harmadik járművet irányítjuk és szokhatjuk meg. A tank ágyúján kívül van egy automata gépágyúja is, ami tényleg automata, még céloznunk sem kell vele. Ha valaki esetleg furcsálná a gépágyú hangját, az ne csodálkozzon, majd az értékelés előtt beszélek erről. Fura dolog, hogy a tank tornyát nem lehet teljesen körbeforgatni, nem, ez csak az ellenfél tankok kiváltsága lesz. A pálya végén egy gyártelepen találkozunk egy bizarr ellenféllel, egy lépegető pókszerű tankkal, hát majdnem sok életerő maradt így a végére.
A harmadik küldetés politikai foglyok kiszabadításáért zajlik, ahol igen hamar rájöhetünk, hogy a mindenféle életerőtöltés hiánya és a tankunk iszonyatos sérülékenysége együtt igencsak szórakoztató játékmenetet garantál. Gondolhatjátok. Megpróbálhatjuk magunkat fenyőfának álcázni, de sajnos ez nem fogja az ellenfeleket megtéveszteni. A fogolytáborhoz elérve a jó öreg Red Alert jutott eszembe, ahol jó pár lövés kell az épületekbe, míg felrobbannak. We will bury them. A tűzharc egyébként egész korrekt, a tank odalő, ahova célzunk, az újratöltés is gyors, a kisebb járművek pedig kicsit komikusan ugyan, de darabokra robbannak szét, a megmaradt darabok pedig ott maradnak pusztításunk emlékeként. A lőszerünk szerencsére végtelen, a lőszerszámlálónak itt még nem kell hinni, a grafika is elmegy amúgy, a textúrák élesek, a táj pedig unalmas, de szerintem hiteles is egyben, mármint én el tudom képzelni, hogy valóban ilyen unalmasan néznek ki a tájak arrafelé. A fényárnyék hatások is klasszak legtöbbször, főleg, hogy itt nem is a legmagasabb árnyékbeállításokkal játszom. Szóval bugyut a történet ide, rövid pályák oda, a játékmenet mégsem tűnik annyira rossznak. Mi lehet itt a baj? Nos, a negyedik pályánál kiderül, itt az elején már kicsit bátor voltam és belerohantam az ellenfelek közé, ennek meg is lett az eredménye. Szerencsére lehet gyors menteni, úgyhogy nem akkora a baj. Nos, nem árt elfelejteni, hogy itt mi bizony partizánok vagyunk, gerilla harcmodor, tehát alapból nem is tudnánk egyedül szembeszállni egy teljes alakulattal, és ez tiszta sor, legtöbbször meg lehet kerülni az ellenfeleket, vagy tisztes távolságból leszedegethetjük őket egyesével. Ez korrekt, végül is ugyanúgy egy alaptankkal vagyunk, mint ők. Ezen a pályán viszont visszafoglalhatunk egy MVP-06-os lépegető tankot, ami a legmodernebb orosz technológia, és a történet tanúsága szerint az ellenfél tudósai még csak tanulmányozzák, hogy mi is ez. Na ez a játék csúcspontja, és őszintén szólva ez az, ami megfogott a játék trailerét megnézve. Ilyet nem nagyon látni más játékokban, igaz? Nos, ez a tank jóval gyorsabb ágyúval lő, szintén automata a gépágyúja, tüzérségi rakétákat is képes igen messzire lőni, ráadásul védő pajzsel is rendelkezik. Nem beszélve arról, hogy piszok jól néz ki ez a gépezet. Na ez igen. Így már menőbb lesz partizánkodni, hiszen elvileg a legerősebb tank a miénk. A tüzérségi rakétákat le is teszeletjük rögtön, iszonyatos messziről le tudjuk szedni az ellenfeleket vele. Ez szintén örök lőszerrel bír, viszont a 12 rakéta kilövése után pár másodperces újratöltéssel kell számolni. A részletességről még annyit, hogy az aktuális úgymond betárazott rakétákat mindig láthatjuk, barom jó. Azonban védőpajzs ide vagy oda, meglepő módon ez a tank is igencsak sérülékeny. Ugyan lehet a pajzsot kibe kapcsolgatni, de ez az égvilágon semmit nem változtat. Az én logikám az diktálta, hogy kikapcsolt állapotban a pajzs gyorsabban töltődik, de valójában nem. Ugyanúgy nem értettem, miért lehet az automata gépágyút kibe kapcsolgatni, holott a plusz tűzerő mindig jól jön. A következő pálya előtt kapunk egy felszerelés képernyőt, ahol egyelőre nem sok mindent választhatunk, max egy erősebb lőszert az ágyúhoz. Ezen a pályán feladatunk eljutni egy kommunikációs központba, hogy kapcsolatba lépjünk Mercuryval, aki állítólag az Oroszországban lévő vezetőnk. Persze. Mercury, Mercury, itt Sautin. Mi legyen a NATO által megszállt területekkel? Miközben védjük a bázist és elpusztítunk mindenkit a környéken, találkozhatunk a játék legidegesítőbb ellenfelével, egy tankkal, ami követő rakétákat képes kilőni nevetséges tűzgyorsasággal. Ha közel megyünk hozzá, akkor pedig lángszóróval kínál meg. Itt mondjuk kicsit bevaggolt, úgyhogy jöhet a szumó. A következő pályán egy partizán meetinget kell védelmeznünk, ehhez kapunk újabb választható rakétákat, a szokásos típusok vannak itt is, a gyenge, de gyors és a lassabb, de pusztító, én általában az utóbbiakat választottam. A kis falut ostrom alá vette az ellenfél, de ezzel a taktikával könnyen ki lehet nyírni mindenkit, csak a távolba kell tekinteni, megvárni, míg a célkereszt ellenfelet észle és kilőni a rakétákat. Gerilla támadás az. Izgalmas? Kecire nem. De sajnos hamarosan csak ezzel a módszerrel fogunk tudni előrébb jutni. Főként mivel a közelharc egyenlő az öngyilkossággal. Hiába van ultramodern védőpajzsos lépegető tankunk, ez a retek követő rakétás állat pillanatok alatt legyilkol minket. A pálya végén a félig elmenekült partizán vezérkart kell ismét megmentenünk az ellenséges támadástól, persze a követő rakétás ellenfél nem maradhat el, jaj de jó! A következő pálya a kritikus pont, ahol eldől ki az, aki férfi és ki az, aki fiú, ki az, aki komoly és ki az, aki csak látszatvagány, és ki az, akinek van egy csepp esze, és ki az, aki végig szenvedi magát az orosz játékipar szennyes kosarán.
Nos, egy új elsődleges fegyvert választhatunk, ez egy elektrokinetikus ágyú, három különböző lőszerrel, nézzük az elsőt. Na ez egy egész fürge ágyú, bár nem olyan erős, mint az alap, abszolút nem rossz. A követő rakításról mondjuk ez nem ment meg, maximum a kidöntött fák néha, sőt most már követő rakítás gyalogosok is jönnek. Nagyon jó. Se baj, megnézem már a másik lőszert, az úgynevezett taktikait. Mi? Micsoda, mi ez? Gumilövedék? Hát, ezt nem hiszem el, lepattan az ellenfélről, nézzétek meg. Mi ez, feketére égett krumplikat lő ki? Hát, köszönöm szépen, ezt sem használom többször. Na itt a harmadik, na ez az, erről van szó. Na most már talán nagyobb eséllyel vágok neki. Nem. Ugyanis ez egy lopakodós fája, kérem szépen. Akkor ki is kapcsolom az automata ágyút, a pajzsot is, hát hogy jobban beleolvadok a környezetbe. Próbálok az árnyékban maradni. Ó, és éjjellátó is van, hogy minek nem tudom, mert éjszakai pálya nincs a játékban, de ó. A lopakodás pedig természetesen el lehet felejteni. Az egy dolog, hogy akárhol mész, észrevesznek, és a pálya túloldaláról is eltalálnak. Ezek a követő rakéták, hát előbb tudják, hogy hol leszek én, mint én magam. Ráadásul a játék a taktikai zsenével erre a bázisra küld minket először lopakodva, ahol három ellenséges lépegető tank van közelharcban velünk, hát köszi, de kösz nem. Mi a megoldás tehát? Minél hátrébb lekempelni, és amint célpontot talál a kurzor, megszórni rakétával a helyet. Előbb-utóbb így is el fognak érni minket a retkes kis rakétás katonák, akiket piszok nehéz elintézni, mert az automata ágyúból is minimum 4 lövés kell beléjük. Ráadásul mikor már azt hiszed, hogy mindenkinek annyi hoppácska. Ha ezt a pályát átvészeltük, jön a 8., ahol új antitank gépágyút kapunk, illetve elérhetővé válik a rakétavető, ami brutális pusztítást végez. Ugyanúgy jó a telepített gépágyúk ellen, illetve a kisebb tankokat is kb. Egy lövésből kinyírja. A történetet követve az előbb épp egy határállomást kellett kicsinálnunk, itt pedig egy elterelő hadműveletet kell végrehajtanunk, hogy kéz alatt átjuthathassunk egy fegyvereket szállító teherautót a határon. A terv szerint a hidet is felrobbantjuk magunk után, a kulcs szó az után, ugyanis Kapusztin kollega kicsit korábban robbant, találgassunk majd ki lesz a csapat árulója. Kis közjáték és egy ellenséges rajtaütés után ismét panaszkodhatunk, hogy miért csak átlagosan 5 perc egy pálya, illetve mehetünk tovább a 9. küldetésre. Ja nem, az majd a következő videóban lesz.